Ahoj! Ez itt a W Momenta Márta, ahol a külföldi továbbtanulás témájában készítek tartalmakat, és a mai is egy ilyen, habár egy kicsit közvetett módon, ugyanis szeretnék az olvasásról beszélni. Egyrészt azért, mert én nagyon szeretek olvasni, másrészt azért, mert szerintem ez egy kicsit izgalmasabb és könnyedebb téma lehet a sok információs videóm között. Úgyhogy most hoztam pár könyvet, amit majd milyen meg is mutatok szép sorjában, amiket a nyáron olvastam ki, és ennek kapcsán gondoltam, hogy összeszedem azokat a dolgokat, amiket érdemes figyelembe venni, mert hogy felvázolom a helyzetet, első évben érkeztem egy darab bőröndel, mostanra a negyedik évben már 10 darab papír dobozzal költöztem az egyik helyről a másikra, és az a helyzet, hogy én nem vagyok egy könyvgyűjtögető, tehát egyébként is szeretem a könyveket a könyvtárból olvasni, és nem megvenni, főleg nem az összeset, és mégis azon kapom magam, hogy egyre gyűlik az itt lévő könyveim száma, ami pedig csak azért nehéz, vagyis nehézkes, mert hogy utána nem tudom, hogy hova költözök legközelebb, és hogy mit fogok velük kezdeni. Viszont van pár trippem, pár észrevételem ennek kapcsán, valamint annak kapcsán, hogy mik a különbségek az otthoni és az itteni könyvtér és olvasástér között, úgyhogy lássuk is ezt a mai kicsit ilyen teadéglutános témás videót. Először is hadd kezdjem azzal, hogy a Kindle a külföldön tanulók jó barátja, és magam is imádom a Kindle. Egyébként egy ilyen szeretet-utálat viszonyban vagyunk, mert bármikor, amikor előveszem és ezen olvasok, akkor rájövök, hogy úristen, mennyire szeretem, hogy ilyen pici, ilyen könnyű, ilyen vékony eszközön majdhogy nem akármelyik könyvet elolvashatom, valamint, hogy mennyire könnyű és egyszerű ezt használni. Máskor azonban elegem van abból, hogy mégiscsak egy digitális eszközön olvasok, és hiányzik a papír és maga a könyv érzete, úgyhogy szerintem egyébként ezzel sokan tudtok azonosulni, de attól függetlenül szerintem külföldön továbbtanulóknak egy Kindle az azért elengedhetetlen, mert erre rá tudod tenni az összes olyan könyvet, ami a tanulmányaidhoz kell, valamint azokat a könyveket is, amiket pedig a szabadidődben olvasol. A második dolog, amit a Kindle kívül ajánlok, és én nagyon gyakran szoktam csinálni, az a könyvtározás. Dublinban egyébként két opcióm van, ugye egyrészt az iskola könyvtárából veszek ki könyveket, vagy pedig az állami könyvtárból, ami mindenkinek ingyenes, úgyhogy ha Dublinban jönnétek esetleg tanulni, akkor javaslom, hogy nézzétek meg, ugyanis teljesen ingyen, azt hiszem egy könyvet 6 hétre, és egyszerre 8 könyvet vehetek ki, így néz ki. Dublin City Council, és konkrétan majdhogy nem minden, a legújabb könyvektől kezdve a régi klasszikusokig elérhető, úgyhogy én például ezt a könyvet most onnan olvasom, és egyébként mindenkinek nagyon ajánlom. Ezen kívül pedig a harmadik opció, aminek nincsen nagy kultúrája otthon, mégis én imádom, azok a charity shopok, azaz az adományboltok. Ugyanis itt Dublinban, és egyébként egész Írországban, valamint a UK-ben is megvan annak a hagyománya, hogy hát azt mondanám, hogy minden nagyobb városnak, majdhogy nem minden forgalmasabb utcájában, vagy minden második sarkán vannak charity boltok, ahova bármilyenféle adományt lehet vinni, könyvektől elkezdve, háztartási dolgokig, ruhákig, és a többi. És többnyire ezek ilyen tematikus adományboltok, tehát az adományokból befolyó összeget valamilyen ügyre használják fel, de fel fogom írni a listát, hogy mik vannak például Dublinban is, hol lehet körbenézni, és nagy kedvencbe menni az ilyen helyekre, és körbenézni a könyvek között, és találni akár olyan könyveket, amiket mindig is meg szerettem volna venni, csak nem akartam annyi pénzt költeni rá, vagy pedig olyan könyveket, amiket nem is ismerek, mert esetleg annyira ritkák vagy régiek, és akkor elolvasni a hátuljukat, beleolvasni, és azt mondani, hogy ez nekem való. Ebből hoztam is azt hiszem, úristen, ez minden így, amit a nyáron olvastam, vagy vettem. Ja nem. Szóval ebből hoztam pár példát, az egyik az ez lenne a Crazy Rich Asians, ami ugye egy könyv trilógiának az első része, és ebből a részéből készítették a filmet, és arra gondoltam, hogy ez egy jó kis kellemes nyári olvasmány, és így is volt. Minden esetre ezt, ahogy itt látjátok, 1,50€-ért vettem, és hát egy kicsit használt az eleje, de azon kívül teljesen tökéletes állapotban van. És a másik kettő részét pedig a Kindle mellett töltöttem és onnan olvastam. Ezen kívül még egy dolog, amit ugyanígy szerettem, az ez a könyv, The Trick to Time. És hú, hát ez egy nagyon érzelmes könyv volt, viszont főként azért választottam, mert érdekelt maga a téma, valamint azért, mert arra gondoltam, hogy ezen a nyáron olyan dolgokat fogok olvasni, amik
hát a helyszínhez kapcsolódnak, és ez is a tengerparton Írországban játszódik, ha bár nem Dublinban, de valahogy megvolt annak a hangulata, hogy minden reggel, amikor bementem a tengerpartról az egyetemre a laborba kutatni, akkor ezt olvastam. Hát nem tudom, hogy milyen kettős állat mondjak hozzá, annyira nem vagyok ebben a témában szakértő, hogy ilyeneket csináljak. De ha esetleg valaki rábukana erre, és úgy érzi, hogy abban a mentális állapotban van, hogy gyásszal, halandósággal, az élet értelmével, egyedülléttel és szerelemmel kapcsolatos sorokat olvasson, és kicsit ilyen melankólikus, de nagyon szép leíró tájképekkel tűzdelt olvasmányra vágyik, akkor ezt tudom javasolni, ha bár rá kell mondanom, hogy én nem voltam ilyen állapotban, és nagyon sokat sírtam rajta. Ez egy gyönyörű szép könyv volt, és nagyon örülök, hogy kiolvastam. A másik, amit igaziból nem ajánlanék, mert ez csak egy ilyen egyszer olvasható butuska könyv, az ez lenne. Ezt egyébként még tavaly vettem föl egy teljesen másik charity shopból. Repülőutakon szeretek olyat olvasni, ami nem igényel nagy koncentrációt, és ez egy amerikai jogot tanuló lánynak az életéről szól, tényleg egyébként csak egy ilyen romantikus kis könyv, és ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy a charity könyveket valószínűleg majd, miután én is itt összepakolok, és majd valahova máshova visz az utam, vissza fogom vinni. Úgyhogy ha esetleg ez is neked való, hogy pár eurót fizessél, egyébként többnyire egy és nem tudom, 3-4 euró között szoktak lenni ezek a könyvek, akkor ezt tudom javasolni. Ennek kapcsán még egy dolog, azért is vettem fel ezt a könyvet, mert szeretek egyszerre egy magyar és egy angol könyvet olvasni, angol könyvet főleg a szókincs gyarapítás céljából is néha, a magyarral pedig ugyanez a helyzet. Magyar könyvekkel kapcsolatban szintén a Kindle-be szoktam letölteni magyar könyveket, vagy a Pocket könyveket nagyon szeretem, és azokat állandóan kicserélem, amikor otthon járok, úgyhogy például ez a Virginia Woolf Orlando című könyve, de ezt nem idén nyáron olvastam, ezt csak eszembe jutott mondani. És még egy ugyanilyen könyv, ami pedig itt egy nagy klasszikus, igaz, már mondjuk több éve, szóval azt hiszem, igen, 2016-7-ben jelent meg ez a könyv. És mindig is el akartam olvasni 2017-ben, de sosem jutottam el odáig. Ez magyarra is lett fordítva, az a cím, hogy Eleanor Oliphant köszöni szépen jól van, vagy Eleanor Oliphant is completely fine. Ennek a sztori vezetése, a leírása, a humora, a dialógusok valami zseniális, úgyhogy ezt nagyon-nagyon élveztem, és hát jó kis elgondolkoztató, így az emberi természettel kapcsolatban, úgyhogy például ezt a könyvet biztos újra fogom még olvasni, de ez is egy olyan találmány volt, vagy találás, ami ide van írva, hogy 18,20 € volt, amikor valaki vette, én pedig 2 euróért meg tudtam menni, és nagyon élveztem. A másik dolog, amit pedig még a nyáron csináltam, az az, hogy a barátnőm, akik mellett laktam a nyáron, könyvespolcán szétnéztem, amit az ő testvérének a könyvespolcán szétnéztem, és akkor kölcsönkönyvet olvastam. Az egyik ilyen volt, ja, Brit Bennettnek a Vanishing Half című könyve, ami eléggé frissen megjelent könyv, de valami zseniális. Kicsit lassan tudtam végigjutni rajta, mert az is ilyen koncentrálós, legalábbis számomra. De nagyon-nagyon izgalmas, szeretem az olyan könyveket, ahol több idősík váltakozik, és nagyon sok karaktert ismerünk meg, és az életük az valahogy teljesen reálisan úgy van leírva, ahogyan összefonódnak és ahogyan eltávolodnak, ahogyan a valóságban megtörténik, úgyhogy ez egyébként egy olyan könyv, amit nektek is szok ajánlani. És akkor ezen kívül, amiket még olvastam, de azok mind a Kindle voltak, a Virágod Algernonnak című könyvet, amit magyarul olvastam, bár lehet, hogy most már fogom olvasni angolul is, viszont nagyon vicces, mert azt pont akkor fejeztem be, amiután indultam a laborba, vagy amikor is kezdődött a kutatásom, és ugye ennek a fő kérdésfelvetése és etikai dilemmája az állatokon való tesztelés és kutatás pontosabban, és annál is pontosabban egy egér, és én pedig egerekkel kísérleteztem a nyáron, vagy hogy egereken, és hát nem mondom, tökéletes időzítés volt, és jó sok gondolatot ébresztett bennem, a könyv az pedig egyszerűen zseniális, tehát nagyon jó a koncepció, nagyon jól meg van írva, egyébként nem tudom, hogy angolul nem lett volna jobb, azért ragaszkodtam a magyarhoz, mert
akkor épp az volt a magyar könyvem, szóval szerettem volna magyarul, viszont ez egy fordított könyv volt, és egy csomószor éreztem azt, hogy hú, ez biztos, hogy nem így hangzott eredetileg, úgyhogy vagy csak rossz fordítást töltöttem le, vagy pedig csak a tudat, hogy ezt angolul is olvashatnám, kicsit megzavart néha, de összességében egy 10/10-es olvasás élmény, és az elejétől a végéig nagyon tetszett a cselekményszál, és a lezárás is, ugyanis szerintem az volt a legnagyobb kérdés ebben a könyvben, amikor már az elején felvázolták a helyzetet, hogy vajon hogy lesz vége, és nyilván én magam is találgattam az elején, hogy vajon hogy lesz vége, de nagyon örülök, hogy így lett vége. Egyébként a kedvenc könyvesboltom, ahol én könyveket szoktam venni, sokan egyébként rendelnek online, én szeretek személyesen bemenni és könyveket nézegetni és onnan megvenni. A kedvenc könyvesboltom a Hodges & Figgis. Képzeljétek el, ők csinálnak olyat, hogy lehet minden 10 eurónként egy pecsétet kapni, és 10 euró, vagy 100 euró után, úristen belegondolni, de 100 euró után a következő vásárlás árából 10 euró lejön. Egyébként a legtöbb könyv az ilyen 13 euró környékén van. Nyilván attól függ egyébként, hogy mennyire populáris, valamint, hogy fiction vagy nem fiction. A fictionök általában ilyen 13-15 euró között vannak, kivéve, hogyha hosszabb, vagy valamiért nagyon népszerű és felkapott. A non-fictionök azok pedig általában drágábbak, de attól függ, hogy mennyire intenzív, tehát mennyire vastag, ki írta, és hogy miről szól. Szóval ezt a könyvesboltot mindenkinek tudom ajánlani, ezen kívül pedig az olyan independent kis könyvesboltokat, amiket majdhogy nem Dublinnak mindegyik negyedében meg lehet találni. Úgyhogy ezekre tartsátok nyitva a szemeiteket, mert hogyha lokálisan vásároltok, akkor szerintem érdemes őket támogatni. Úgyhogy ennyit a könyvekről és a külföldi továbbtanulás során lévő olvasásról. Ez egy kicsit ilyen hablatolós videó lett, de remélem, hogy élveztétek. Amire kíváncsi vagyok viszont az, hogy ti hogyan szoktatok olvasni, szeretitek-e a Kindle-t, valamint, hogy milyen könyveket olvastatok a nyáron, mit ajánlotok. Úgyhogy ezeket nyugodtan írjátok meg a kommentekbe, és legközelebbi videóban találkozunk. Ja, és ne felejtsetek el feliratkozni, meg lájkolni ezt a videót, hogy minél több emberhez eljuthassak, de köszi, hogy itt vagytok, és remélem tetszett ez a videó. Legyen szép napotok, sziasztok!